Dan Reisinger formatervező, grafikus festő vezető helyet foglal el a világranglistán. Termékeny művész, széles skálán dolgozik, és az izraeli formatervezés úttörője. Nos, ő barátainak csak Iván, a kanizsai születésű művész, aki 1949-ben Izraelbe költözött. A közelmúltban szülővárosába magyar kanizsára látogatott. Vissza kell menni a szülőföldre, ahol a titkok birodalmába beavattak. Vissza a gyermek és ifjúkor porondjaira. Vissza a Tiszaparthoz, ahol víz neszez, vissza a park ékeskedő fáihoz, a virágok ragyogó színekben táncolnak. Való igaz, nincs vége a nyárnak. Nincsen széle a létezésnek, mindannyian a szíve közepében égünk. Ha a belső otthont megtalálva építkezni tudsz belőle, akkor nyugodtan szembenézhetsz a világgal, bárhová is veted a tekinteted. Úgy látom, ez a kanizsa kisvárosnak van egy különleges atmoszférája. A csönd, a zöld, az embereknek a mosolygós kedvessége. Úgy vélem, hogy ez a kisvárosnak van egy olyan három szögű karakterizációja, vagyis ismertető jele. Elsősorban is nagyon barátságos a barátság, ez ennek a városnak biztos mindig meg is volt, és biztos most is még van. Aztán a munkásság, az emberek dolgoznak. És a harmadik, ami legérdekesebb, mindig voltak művészi kifejezések, mindig jöttek ebből a városból érdekes emberek. Nem csak abból érdekesek voltak, hogy esetleg világra jutottak, hanem a helyi legendákat is csinálták. És ezek a sok kis apró különlegességek mindig megmaradtak az emlékezetembe, és mint egy mozaik, egyik emlék, most ahogy itt vagyok, visszahúzza a másikat, és akkor egy olyan távlatot, ami 49-ben szűnt meg, most visszamegyek újra azokra a gyerekkori napokra, és úgy találom, mintha semmi sem változott volna. De most például itt van a családomnak, egyetlen családom, a magyar Reisingerek Horgoson, aztán itt van a legidősebb fiam, aki megjött Izraelből, hogy itt legyen velünk. Úgyhogy a családnak, az én családomnak voltak mély gyökerei itt, Kanizsán és a környéken. Úgy a kulturális, mint a szakmunkákban, úgy a barátságban, úgy emberekkel való viszonyokban. Úgy fogadnak itt engem ma, mintha tegnap mentem volna el. Dan Reisinger egyébként a varázslatos találkozások mestere. Gyermekkora és ifjú éveinek színterén olyan városrészeket járhattunk be vele, amelyek csak az ő intésére nyíltak meg. Ebben a házba születtem, itt. Ebben a szobában születtem, itt volt a hálószoba. Akkor, hogy nem mentek az asszonyok a kórházba, itt voltak az első emlékezeteim. Ez még ugyanaz a küszöb, ahogy a kisgyerek voltam, és úgy hívtam, hogy Bülüküszű. Ezen a küszöbben játszottam, mint gyerek. Itt jöttek a barátok, itt volt egy kis kertecske, itt volt egy jégverem, el volt kerítve, és aztán a segédekkel itt üttem először fehér bort. Kisgyerek, nem tudom, mennyi lettem, 5-6 éves. Itt laktunk, és itt volt lent az apámnak a műhelye, itt tartották a festékeket, létrákat, mintákat, és nagyon sokat játszottam itt lent a segédekkel, meg itt volt mindig a jó festékszag, és az ecseték, meg darálták a festékét. Innen indultak munkát csinálni, ide jöttek vissza. A családnak a mesteri ága egy nagyon fontos, talán az én utamba, a karrierembe, mert a rajz és a festék az olyan mindennapos dolog volt nálunk, hogy én ebbe születtem, ebbe az ecsetekbe, festékekbe, a játék mindig ilyen színmintákkal ment, rajzolni az olyan volt, mint járkálni, vagy fütyülni, vagy futballozni. Egyedül készítettek a festékeket. És én megtanultam szintén a festékeket elkészíteni, hogy kell megfőzni,
budai földdel, szinkrajz, hogy kell olajfestéket előkészíteni. Ez nagyon sokat segített nekem, mikor kimentünk Izraelbe, ahol én jó magam is elkezdtem dolgozni, mint szobafestő. Mikor kimentünk az új országba, ugye úgy képzeltük, hát nem úgy képzeltük, külön dolgozni. És akkor elkezdtem dolgozni, 15 éves koromban voltam önálló vállalkozó, a nevelőapám, Vig Bandi, egy áldott jó ember volt, jött velem dolgozni, mert egy gyereknek nem adták volna ki a munkát. És ebből élt a család az első 2-3 évben, utána kerültem akadémiára. Tudnék, a családnak az anyám részéről is művészi hajlamok voltak. Zékics Tímon nagyapám, ő nagyon szerette a zenét, a művészetet. Nem volt olyan előadás, vagy darab, vagy film, amit ő nem nézett végig. Vagy ha jött cirkusz, akkor itt a cirkuszban. Ő imádta, sőt, már egész idős volt, még mindig a műkedvelő, kanizsai műkedvelők, ő ment őket maszkírozni. A nagybátyja még hegedűművész volt. Itt volt tanár, a zenetanár volt a gimnáziumban, Boskó Zékics, áldató ember volt, művész volt. Őt csak a zene érdekelte, tehát én ebben nőttem föl. Én lennék a negyedik vagy ötödik generáció, aki valahogy ecsettel keresik a hegyerét, és én mindig úgy értem a szakma, most is úgy jön a szakma, hogy elsőből legyen egy mesterség. Maestro, mester. Menjünk tovább, a kisasszony vezeti a mesét. Jó. Nem jövünk be, csak akartam, hogy ezt a találkozást lefényképezzük be, mert ennek mégis egy része a kanizsának én nekem. Ez a ház. Itt volt a ház. Itt volt a kapu, itt volt minden. Itt játszottunk. Csak nem így nézett még akkor. Hát most sokkal jobb. Sokkal jó poros volt nyáron. Itt mentek a tehenek. Igen. De legalább rúgtátok a labdát a porba. A porba. Nagyon sok emlék fűz ehhez a parkhoz. Különböző idékből különböző élmények. Mint kisgyerek, jöttünk az apám meg az édesanyám, hoztak léde fagylaltot enni, fagylaltozni vasárnap délután. És akkor eszembe jutnak a tűzoltónapok, mikor nagy események voltak, tűzi játék, meg kacsavadászat, a Vigadóban játszottak a cigány együttesek, jártunk futball mérkőzésre. Mindig veszekedésben lett a vége, összeverekedt a két csapat mindig. Hogy hívta őket, hogy kik fociztak? Ja, hát aztán van, mégis focifajta volt. Az amatőr focisok például a kövérek és a soványok. Óriási röhely volt az egész. Itt voltak a bálok, ugye télen csinálták a bálokat. Volt a kaszinóba, aztán a Molvainál csinálták a pöttyes bált. A kanizsa asszonyai kiöltöztek mind egyforma, fehér, piros, piros, fehér pöttyes ruhákba, kidíszítették a Molvai kávé, azóta, hogy mondja, a kávéház a Nagy utcán, és ott ilyen társaság, meg humor, meg zene. Ugye ezekre emlékszek részben tapasztalatból, és részben fényképekről és mesékből. Az anyám is mesélt, meg barátok, barátnői. Barátság volt itt mindenki között. Itt voltak magyarok, szerbek, zsidók, németek, oroszok, fehér oroszok. Ez mind egy... Nem lehetett tudni, mindenkinek egyfoga volt a pöttye. Minden délután mentünk a Tiszára, én a Tiszán tanultam meg úszni. Még a Tiszán tanultam halászni. A nagyapám minden hétfőn vitt le halászni. A Tiszán volt két fürdő, volt a nagy tiszai tér, a homok, és volt a kisfürdő, a tükörfürdő. Mint kisgyerek emlékszik rá nagyon, kabakokat raktak ránk, volt egy ilyen fémdoboz, azt ránk csatolva, és akkor úgy kezdtünk tanulni úszni, a kosárba volt, egy kosár, úgy hívták. Az úgy nézett ki, mint egy medence, de fából volt csinálva, Tisza köröztülő ment rajta, és ott tanultam, 5 éves koromban tanultam úszni. És aztán átúszni a Tiszát, ez egy nagy dolog volt. Aki átúszta a Tiszát, arra indéztünk föl. Strandajárás egy nagyon, nagyon egy kellemes emlék. Szomszédok voltunk, együtt nőttünk föl a Kórház utca 7-es meg a 9-es szám volt a mi házunk. Mind a két ház ilyen áttetejes kis ház volt abban az időben még. Sokat játszottunk együtt lent a Tiszaparton. Ide fűznek a legszebb élmények és a legszebb emlékek.
Hát abban az időben nem volt igazi futballlabda, hanem rongyból csináltunk futballlabdát, és akkor úgy fociztunk, és tudom, sose felejtem, mert ő neki volt az ötlete, mikor a 11-est rúgtuk, hogy csináljunk egy porból egy ilyen kupacot, és annak a pornak a tetejére rátettük a ronylabdát, és azt mondja, úgy rúgjam a 11-es, hogy a porra együtt, hogy a kapusnak a szemébe menjen a por, hogy ne lásson, és gól legyen belőle. Egyszerűen eljöttek, és mondták, hogy Pista barátom, gyere, elmegyünk a Schaffer Andrisékhoz, mert ez a Schaffer Andris, ez egy olyan eléggé véznek is fiú volt, és nem volt neki étvágya. És a cselédlány leült velünk oda az asztalhoz, és akkor együtt kellett uzsonnázni. Mi azért voltunk meghívva, hogy ő jobb étvágya egyen ez a kisgyerek. Ez a Schaffer Andris. És sose felejtem, hogy ott mindig vajas kenyeret, mézes vajas kenyeret kaptunk, meg csukamájolajat, meg mit tudom én, tele vitaminokkal, ilyen vitaminbombákat. És hát ugye mi hamzsoltuk, mert idehaza mink csak zsíros kenyeret ettünk, azt is egy kis hagymát a tetejére. Főleg mikor mentünk focizni, akkor a zsíros kenyér az utcán mindig úgy esett le a porba, hogy a zsíros felével esett le a kenyér, sose nem a másik felével. És akkor csak egy kicsikét leporoltuk, azt ettük. De nem, hálád jó Istennek nem lett semmi bajunk se. Talán még fél év se múlott el, mikor egy igazi futballlabdát küldött nekünk, és azt a futballlabdát nekünk egy erekje volt, azt nem mertük, csak símogattuk, nem mertünk még bele rugni se elejébe, mert féltünk, hogy beleesik itt a kis tóba a vízbe, és amikor megtudta a futballcsapat, a kanizsai futballcsapat, nekünk van igazi futballlabdánk, akkor minket is meghívtak oda edzésre le a futballpályára, hogy menjünk, csak azért, hogy vigyük az igazi futballlabdát. Az volt a kívánság, hogy menjünk le a Tiszapartra, és akkor ott a Tiszaparton főzzek egy igazi jó kakaspaprikás bográcsba. Hát erről álmodott, azt akkor ezt meg is csináltuk, úgyhogy hogy ez sikerült. És maga hogy ismerte meg az Ivánt és a családját? Mikor legelőször hazajöttek családostól, akkor ismertem meg, és azóta rendkívül jóba vagyunk. Az a feleségben nem tudunk beszélgetni, kézzel, lábba, de mindent megértünk. Mindent megértünk. Nagyon aranyos az Anna Bella is, ilyen kimondottan jó lelkű. Tehát minden érdeklődte, hogy hogy csinálják a túrós csúszát, hogy csinálják a csirkepaprikást, ezeket a bácskai ebédeket, meg ennivalókat, mert az Iván nagyon úgy szereti a hasát, úgyhogy sokszor eszébe jut. Telefonon, amikor beszélgetünk, meg is szoktak kérdezni, hogy mi volt az ebéd, vagy mi lesz, és akkor én mindig kitalálok valamit, ha nem is az volt, csak hogy piszkáljam a fantáziáját egy kicsikét a bácskai ennivalókkal. De különben van neki egy kis honvágya, azt észre lehet venni, habár ő nem mondja, de van neki egy kis honvágya. Úgy mindig, amikor telefonon beszélgetünk, akkor mindig a Tisza nem maradhat ki, hogy mi van a Tisza. Virágzott a Tisza már. Ha a háború kitört, akkor egész más lett mindennek az íze, atmoszférája, akkor jöttek a tragédiák, nagymamámat elvitték Auschwitzba, az apámat munkaszolgálatos, nem jött vissza, a nagybátyám sőt vissza. Mi bujkáltunk, én meg az anyám előtt voltunk Horgoson, az ő családja, édesanyja családjánál, voltunk szerbeknél, voltunk a nagytatám, aki szerb volt, ő egy ideig ott is voltunk, és itt is bújtattak például a tükörgyárba. Nem jártam az utcára, senki sem tudta, hogy itt vagyok. Megalapították Izrael államát 1948-ban, akkor úgy határoztunk, hogy kimenjünk Izraelbe. Hát ez a sors. Kanizsán nőttünk fel, együtt gyerekeskedtünk. A Zivának a nagymamája és az én nagymamám nagyon jó barátnők voltak. Összejártak, és amikor szedték a zsidókat, akkor a gyerek nem volt odahaza. Véletlenül nem volt odahaza. És úgy persze az apját elvitték, akkor Kató mindjárt
tudta, hogy hol van a gyerek, oda ment szót, hogy ne jöjjön. Amikor jött a felszabadulás, nagymamám felment padlásra, és Ivánt hozta le. Én annyira megörültem annak a gyereknek. De mikor került oda, fogalmam sincs. Csak azt mondta nagymamám, látod, ha tudtad volna, a barátnőidnek elmondtad volna, azok elmondták volna a szüleinek, hát háború van, nem tudni, hogy ki mit gondol. Így lett a szegény Iván megmentve. Természetesen a egyik legfájóbb gondolat a családom elpusztítása, a barátaim, a zsidó, a izraelita vallású együttségnek a kitörlése, eltörlése Magyar Kanizsáról. Ez egy nagyon fájó dolog, amivel nem tudunk megbékülni, ami mindig fájdalmat tesz ahhoz a mosolyhoz, ami ehhez a város emlékehez fűz. Nem attól függ, hogy ki mire született, attól függ, hogy az életével mit csinál, hogy csinál, emberi szeretetet tanítsa a gyerekeit, családját és a közösségét. Ez a kanizsai zsidó temető, ugye, ami egy kicsikét eléggé elhagyatott állapotban van. Itt van a nagy kapu, a főkapu, ahol meg tudjuk közelíteni. Mindjárt ki is nyitom. Nem találom a Reisinger családot. Még itt van a háborúba elesett, meg deportált zsidóknak az emlékműve, ahol minden zsidónak a névsora szerepel a temetőbe. Elhunytak meg a deportáltak közül. Megpróbálom ABC sorrend szerint megkeresni. MR. Ehol van, azt mondja Reisinger, Reisinger Pál, Reisinger Armin, Reisinger József, itt vannak jó-jó minden család főtüntetve. Dan Reisinger ma Tel Avivi stúdiójában és Cezárei otthonában dolgozik. Amikor legutóbb szülővárosában Magyar Kanizsán járt, első alkalommal rendezett plakátkiállítást. Ezt a kis kiállítást megcsinálom itt. Azért mondom, hogy kicsi, mert a magyar és a belgrádi meg a bukarestihez képest nagyon-nagyon kicsi. Csak így a 40 darab plakát. Nincsenek azok a fizikai lehetőségek, mint a, mondjuk a Iparművészeti Múzeum a Budapesten vagy Belgrádban, de nem az a fontos. Az a fontos, hogy kicsit visszatükrözni, és barátokkal, meg régi ismerősökkel, akik még megmaradtak, egy pár napot tölteni itt ilyen atmoszférába. Dan Reisinger, vagy az itteniek ismerik a barátok, Reisinger Iván, egy világszerte ismert ember Dél-Amerikától Kínáig, és nagyon sok helyen köszöntötték, nagyon sok helyen volt kiállítása, de Kanizsa az más. Elmondhatjuk azt, hogy egy csodálatos, virtuális híd jött létre a földközi tenger keleti partja és a Tisza között. Ez az egész esemény, ahol most vagyunk, ez tulajdonképpen egy valami visszatérés. Többször visszatért ő már a szülőföldjére, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy sok tekintetben soha nem ment el. Mert Izraelben, amikor beszélgettünk erről a vidékről, vagy amikor találkoztunk, mindig szó esett Kanizsáról, és én valahogy úgy érzem, hogy a bácskai titkokat, a kanizsai titkokat én a földközi tengerpartján, Cezáreába, a Bibliából is ismert Cezáreába ismertem meg. Megtisztelő érzés, amikor a közösségnek van egy nagy művésze, ezek közé tartozunk mi vajdaságiak is, hiszen tisztelői és csodálói lehetünk Dan Reisinger életútjának. A siker reményét mesterségbeli zsenialitása, erővel szóló ítélet alkotása gyújthatta fel, s a folyamatos lobogást hihetetlen energiája és kreativitása szíthatta tovább. Reisinger alkotóművészi és tervezői tevékenysége
az érdeklődés horizontjára került. Tevékenysége nemzetközi léptékkel mérhető. Ugyanakkor egyike azoknak, akik Izrael mai vizuális arculatát alapvetően meghatározták. Tagja a Nemzetközi Grafikus Szövetségnek és a New York-i Művészeti Igazgató Klubjának. 1998-ban Izrael díjjal tüntették ki. Pályafutása során alkotásaival számtalan díjat nyert. Mikor Izraelbe érkeztünk, akkor elkezdtem festeni, mert nagyon érdekesek voltak ezek a keleti motívumok, voltak a minerettek, a pálmafák, és kezdtem olajon festeni. És ez a festési dolog, ugye észrevették különböző emberek, és azt tanácsolták akkor az anyámnak, hogy vegyünk fel Jeruzsálembe az akadémiára, ott egy nagy művészeti iskola, Bauhaus tanárok voltak, az volt a legnagyobb, ma is a legnagyobb akadémia. Fölment, 16 éves koromban fölvettek, és tanultam festészetet. Festészetet, rajzot és plakát tervezést. A design Izraelben se volt egy a mindennapi elfogadott dolog. Azt én később jobban favorizáltam és sokat újítottam. Na most a munkáimnak akkor a tanulás főleg festészet volt, rajz, de mivel hogy én a plakátot nagyon szerettem, még a kanizsai emlékekből is nagyon sokszor mentem a moziba csak nézni a színes reklámokat, meg a plakátokat az utcán. De hát a plakát érdekelt nagyon. És az első plakátaimat főleg ilyen festő nyelven fejeztem ki. Tudnélik, ott van a My Fair Lady, vagy a kiállítási plakát, vagy a Scrolls of Fire. Inkább mindegy részben emotív, részben kigondolt dolog, de szabad kéz volt a megteremtésében. Később érdekelt a összefogás, a minimalizáció, hogy szimbolikusan fejezem ki magam. Úgyhogy lassan a plakátok absztraktabbá váltak, minimálissá váltak, erőszínné váltak, és ebből a kiindulásból tulajdonképpen kezdett fejlődni az érdekeltségem a design, vagyis a tervező grafikának a szükségletei. Az első volt a plakát, utána jöttek a szimbólumok, a nagy vállalatoknak a összkinézése. Például El Al, a Nemzeti Légitársaság, a vonatok, izraeli vonatok, az összes egészségügyi szolgálatoknak a kinézése belül is. Szóval a corporate identity mondjuk. Utána tovább szélesedett az érdeklődésem, és mentem architektoniai megoldásokra. Egy egész utcát lefestettük, hogy a turista szezonra Tel Avivnak az a tengerparti része, ami eléggé le volt romolva, festékkel fölhoztuk, fölfrissítettük az egészet. Én dolgozok magic and logic. Mi mindig van egy olyan pont, egy villámzás, egy fölvilágosítás a munkába, és ez az a magic. Tehát logic and magic. Angolul jobban hangzik. Érdekeltek a kínai és a japán kaligrafiai munkák. Most ezeken a plakátokon, ezek a gesztus minimális vonásokkal elért gyorsó, szaladó írás, szaladó rajzolás. Próbáltunk itt egy kicsit egy olyan átfogó munkát elküldeni, ahol a sport is megjelenik, ahol megjelenik a saját kiállításaim, a festőkiállítások, ahol megjelennek a színház, ahol a politikai plakátok megjelennek. Egy véleményt mondok, és ezek utána nagyon sokszor bejutnak a világ vérkeringésébe, vizuális vérkeringésébe, mint például ez a Let My People Go plakát, ami az egész világon megjelent, vagy pedig az atomproliferáció elleni plakát. Az első kategória volt a festett plakátok. A második kategória volt, egy bizonyos humor is előfordult benne, utána jött a koncentrált, lesűrűsített, szimbolikus átadás, utána jöttek az absztrakt kifejezések, ahol néha betűk adták meg
a jelentőség, néha pedig szabad színfoltok, és végül is újra visszatérés a festett plakátoknak a ecsetvonások, ami a keleti kaligráfiának a érdekeltsége hatott rá, és ami ma is nagyon érdekel. A plakát az egy vizuális sürgőny. Mész az utcán, trach, állítson meg. Van egy kanizsai ihletű plakátom. Mikor a kiállításomat rendeztük első nagy kiállítás Jeruzsálemben, kíváncsiságot akartam a plakáttal kifejezni. És a Memória bankomba, mi az, hogy kíváncsiság? Hogy néz ki? Hogy lehet vizuálisan egy kíváncsiságot kimutatni? Mert tudnék, én képekbe gondolkozok, nem annyira szavakba is, de inkább képekbe. És akkor eszembe jutott, hogy a Kórház utcának az utolsó háza, ami jobbra felé fordul a Városháza felé, gyerekkoromban volt egy hosszú kerítés. És mindig nagyon izgatta a fantázia, hogy mi történik a kerítés mögött. Fakerítés volt, minden léc között volt egy 5 centinyi nyílás, próbáltunk bekukucskálni közte, de nem sokat láttunk. És egy nap szaladtam gyorsan, néztem a kerítést, és észrevettem, hogy ha gyorsan szaladok, összekapcsolnak ezek a hézagok, és látjuk be, hogy mi van. Titkos férgek percelik a magyar kanizsai ódonházak falait, járatokat vájva. Itt-ott lepattogott már a festék. Repedezett porlékony helyén frissen kivillan a pingálás, a díszítés. Egy korona szobafestők használtak ilyet. Ezek a motívumok, minták újfent vibrálni kezdtek, új erőre kaptak Reisinger piktúrájában. Sok ilyen elem van a munkáiban. Egy vonás, vagy megcsináltad, vagy nem. És ez engem érdekelt, ez a pontoság, abban a pillanatban, azt a pillanatot átélni. Mi történ abban a mágikus pillanatban, mikor az ecsettel ott vagy a papír, vagy a vászon, vagy a rizspapír előtt, és akkor történik valaki, és itt van egy ilyen művészi átélés, amit nagyon nehéz szóba megmagyarázni. Újra ott vagyok az ecset mellett, de már egy bizonyos idő és tapasztalat távolságba, úgy, ahogy elkezdtem. És ilyenkor a festő kezében különös szín serceg. Vibrálni kezd a láng, aztán erőre kap és fellobban. Versenyt fut az ecset, versenyt a festő azzal, amit a meg nem álló élet kivált belőle. Az örökké változó csodát. Errefelé úgy hívják élet. Úgy köszöntik álom, és úgy búcsúznak tőle fiatalság.